vendégek és helyben Józsi igazgató. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű szép napon, és azt gondolom, hogy hálásak lehetünk azért, hogy most itt lehetünk együtt, és végre van egy olyan ballagásunk 2 év után, ahol lehetnek vendégek, hozzátartozók és gyönyörködhetnek ezen kispajtásoknak a műsorába. De előtte egy kis köszöntő. A gyermekek nevelése olyan, mint a kert gondozása. Ha kellő talajon növekszik, ha szeretettel és gondoskodással nevelik, akkor szépen fejlődik, jó termést hoz. Valamennyien, akik gyereket nevelünk, nagy a felelősség. Nehéz eldönteni, hogy mikor teszünk jól, és mikor rosszul. Elfogadjuk-e a gyerekünket olyannak, amilyen, vagy harcba szállunk, hogy olyanná váljon, amilyennél mi szeretnénk. A választ nekünk szülőknek kell megadni. Eddig gondtalannak tűnő óvodás évek itt most már véget érnek számukra és számotokra is. Új világba lépnek, hogy más, okosabb és egy kicsit talán bonyolultabb világba is megismerjék az utat. De álljunk meg egy kicsit és tekintsünk vissza. Nektek, szülőknek talán eszetekbe jut az első nap, amikor még szorongva lépték át az óvoda küszöbét, akkor is valami új, ismeretlen világba kerültek. Sírás, nehéz elvárás reggelenként. Óvónénik, dajkanéni sok-sok türelemmel próbálták pótolni az otthon, az anyát. Aztán egyszer csak valahogy beértek. Igazi óvodások lettek. Megtanultak együtt, egymás mellett játszani, ténykedni. A kezdeti unalmas feladatok szép lassan élvezetes, élményt nyújtó feladatokká váltak. Kitartásuk nőtt. Egyre több és több terhet bírtak el, előkészítve ezzel a későbbi ismeretek talaját. A sok közös élményeket egy életre magukkal viszik, a kirándulásokat, a csoportos és óvodai rendezvényeket. Barátságok alakultak és átalakultak. Élték a gondolat mindennapokat, szívták magukba az ismereteket. És most itt állunk a búcsú küszöbén. Búcsút vesznek a csoportszobától, a játékoktól, az óvodától, az óvodai dolgozóktól, akikkel naponta találkoztak, és szinte együtt neveltük őket. Ez így van rendjén. Elindulnak egy új élményeket tartalmazó csodavilág felé. Kollégáim nevében köszönjük a bizalmat, hogy megkaptuk tőletek a gyerekeitek neveléséhez, szeretéséhez. Az elkövetkezendő út bármilyen akadályokat is hoz, mindig álljatok mellettük, és mutassátok a helyes utat, terelgessétek a jó irányba. Akkor lesz igazi öröm az eredmény, ha együtt győzitek le ezeket a buktatókat. És most már hagyománnyá vált egy kis versika, amit mindig elmondok, hiszen azt gondolom, hogy mindannyian tudjátok, hogy a gyerekeket nem lehet egymáshoz hasonlítani, hiszen mindegyik más és más, másba a jó, másba egy kicsit gyengébb, de ugyanaz szép. A gyermek olyan, mint egy pillangó. Azt érve. Néhányan magasabbra tudnak repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, és mindegyik gyönyörű. És ez a gyönyörű kis pillangók egy gyönyörű szép műsorral készültek a számotokra, számukra. Fogadják nagy szeretettel őket. Oh,
Thank you.
csak néhány éve volt csupán, hogy eldöntöttem, ki lesz anyám s apám. Megtaláltak a simogató kezek, tudtam, hogy jó helyre érkezek. Elkezdtek repülni a hónapok, sokat sírtam, hogy tud még baba vagyok. Aztán ez a néhány év is gyorsan telt, most búcsúznék, de nem tudom, hogyan kell. Mert sejtem, én is szomorúan gondolom, hogy az óvoda többé nem lesz otthonom. Óvodát már elhagyom. Köszönöm, hogy szerettetek nagyon. Vár rám az iskolatáska, sok emlékkel ballagok. De kérlek, ne sírj, hisz még gyerek vagyunk. Elszállnak a gyermek évek, a mesék helyébe a gondok lépnek. Míg élek, el nem feledem, az oviban mi volt a jelen, ebédnél hol volt a hely.
helyem. Hálával tartozom a sok-sok jóért, törődését minden kedves szóért, a dadus néni mosolyát, kedves bíztató szavát viszem magammal tovább. Mesevilág, most mennem kell, de nem feledem, amit tőled kaptam. Mesevilág, az emlékek, a szívem mind örökre megmaradnak, viszlát. Mesevilág. Azt mondják, az emlékek majd megfakulnak, a színes képek mind elhalványulnak, de mesék, versek, kis dalok, színek, ízek, illatok, mindazt súgják, otthon vagyok.